Sziasztok srácok! Jött egy újabb adag tanácskérés, segítségkérés tőletek, ugye ebbe a ti küldtétek sorozatban. Kellett egy kicsit szűrnöm, de erről majd a videó végén fogok úgyis beszélni egy nagyon rövidkét. Most nem fogom tovább húzni az időt, lássuk is a kérdéseket, kéréseket. Összesen három illető fogja. Csak úgy, mint az előző videóban, három illetőnek a, a kérdéseit szedtem így össze. Lássuk is rögtön az elsőt! Hello, Damien! Én abba szeretnék tőled segítséget kérni, hogy mondjuk, amikor mutatok egy trükköt, amikor mondjuk az első mit tudom én, hat lapnak változatlannak kell lennie. És ugye homis keveréssel kell csinálni, akkor ugye így megfordítom és így megkeverem. De sokszor azt mondják, azt mondják a nézők, hogy fordítsa meg és így is keverjen meg, és akkor már hoppá hoppá. Meg tudok bár, bár, bár is, de azok se a legjobbak, tehát ott is szokták azt mondani, hogy hoppá hoppá, itt csalsz, az meg jobban, vagy hadd keverjem meg én. Tehát az, arra szeretnélek kérni, hogy mutassál pár hamis emelést, és akkor én igazán boldog lennék. Előre is közi. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban vegyes érzelmeim vannak. Bevallom őszintén, hogy jó a kérdés, viszont egy kicsit szomorú is vagyok a kérdést halva. Ugyanis... A jó, a jó benne az, hogy, hogy hogyan lehet ugye, megtartani fölül e, azt a pár lapot, az ez nagyon jó kérdés, viszont abból a szempontból szomorú vagyok, hogy igazából a válasz az a csatornán már ott van egy jó ideje, ugyanis most azt mondtad, hogy, hogy mutassak hamis emeléseket a csatorna, ott van a gyakoroljunk sorozat, tele van. Tehát van benne hamis semlés, és vannak benne olyan dolgok, amiket, amikkel ezt meg tudod oldani, ezt a, ezt a problémát. Tehát ebből a szempontból azért vagyok szomorú, mert mert ezek szerint a gyakoroljunk sorozatot igazából nem tanultad meg az ott lévő dolgokat. Mert hogyha megtanultad volna, és most elnézést, hogy ilyen szigorú vagyok, de ez máshogy nem megy, akkor ez nem lett volna kérdés, ugyanis akár egy refill is meg lehet oldani, most egy pár lapot nézzétek meg, megfordítok, akár egy refill is meg lehet oldani, hogy az a pár lap ott maradjon felül. Tehát uh, igazából ennyi, a hindus seffellel is meg lehet oldani, hogy ott maradjanak fölül azok a lapok, azzal is meg lehet oldani, és csak alulra kell vissza. tehát rengeteg, ott van, a, uh, ott vannak uh, a, 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 a hamis keverések, ott van, ott van, ott van ez, ez is, tehát rengeteg emelés rengeteg, e van, amivel ezt a problémát ö, orvosolni lehet. A gyakoroljunk sorozatot ö, tanult meg, és nem lesz ezzel problémát. Tehát, bocsa szigorért, de ez a helyzet. Viszont volt egy olyan ö, jó kérdés is, ö, ami amit felvetült, ez a, ez a hat keverjen meg ezt a dolgot, tehát hogyha be van készítve valami, és akkor oda megyünk, és akkor azt mondja valaki, hogy hat keverjen meg. Erre csak annyit tudok mondani, hogy a bűvészkedés az, az ne arról szóljon, hogy, hogy neked van egy bekészített rükköd, és hatörik, haszakad, akármit is csinál az az illető, én akkor is oda megyek, és ezt fogom neki megmutatni. A bűvészkedés az igazából alkalmazkodás. Tehát szóljon az alkalmazkodásról, a bűvész alkalmazkodik a nézőhöz, a bűvész alkalmazkodik a, a külső tényezőkhöz, jelen esetben, hogyha valaki, tehát egy összekészített csomaggal, és velem is előfordul, nem egyszer, nem kétszer, sokszor. Tehát, hogyha esetleg, mondjuk én emiatt nem is szoktam nagyon összekészített dolgokkal szórakozni, mert, mert nem, de hogyha esetleg véletlenül olyan van, mert régebben előfordult, akkor egyszerűen annyit kell csinálni, össze van készítve, de ha valaki kötözködik, meg akarja keverni, akkor neked kutya kutyakötelességed azt mondani, hogy tessék! Keverd meg! Bánom is én. Keverd meg! És tudnod kell mutatni egy olyan trükköt, amit megkevert csomaggal is meg tudsz csinálni, tehát teljesen mindegy, hogy mi a húzott lap. Jó, tehát mint bűvész, ö, ezt, ezt, ezt kutya kötelessége egy bűvésznek megtennie, hogyha esetleg valaki kötözkedik, akkor megkeverheti, csinálsz vele gyorsan egy trükköt, amit kevert paklival is meg tudsz csinálni, és utána ott hagyod és kész. Mert ha kötekedő a néző, annak tök mindegy holnap oda mész, akkor is kötekedni fog, meg ha holnap után oda és hiába van összekészít, akkor is kötekedni fog, tehát az ilyen nézőket ennyivel le kell rendezni, nekik olyan trükköket kell mutatni, ahol ő kevergethet, ha akar. Jó, tehát igazából ezt tudom tanácsolni, erre nincs olyan tanás, nincs olyan módszer, hogy, hogy hogy oda mész a nézőhöz, és, 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 már pedig ezt az összekészített dolgot, tehát az már egy profi szint, hogy rá tud erőltetni, mert azt meg lehet csinálni, hogy összekever csomag után, miközben megy egy másik trükk, vagy valami, visszahelyezed azt a párlapot a tetejére, és utána, hogyha megmutatod, akkor lehet, hogy már nem fog akar keverni, nem fog, nem fog, nem fog ja, akarni megkeverni a, a, a paklit, de ez már egy magasabb szint, tehát igazából ez a tanács, hogyha meg akarja keverni, keverje meg, és mutass neki egy olyan trükköt, amit meg tudsz keverni paklival. Jó estét, Demian úr! Öm, nekem több kérdésem is lenne, az kettő igazából. Öm, az első az lenne, hogy vannak itt kártyáim, hogy jó, ez most bridge, de van itt egy másik pakli is, ami rendes, de már nem használom, mert koszos, és pont ezen az első kérdésem, hogy ön hogy tartja tisztán a lapokat? Mert én kezet mosok, nem az, hogy ledobálom meg ilyenek, Kezetmosok kártya használat előtt meg minden, és akkor is például itt mutatkozik ez meg, ha nem, ezekkel a kártyákkal nem tudok csinálni, hogy egybe ragad ilyen, ilyen, mindegy, tehát egybe ragad ilyen csomagokba, és, és, nem tudom megcsinálni a legyezőt, mert más kártyával megy, ami tiszta, teljesen, tehát nincsenek is benne ízik, de Egyszerűen nem megy ilyen kártyával, ami ilyen koszos, ezzel se. A második, az lenne, van egy trükk, amiben van egy fogás, ami úgy megy, hogy a trükkben egy olyan pozícióhoz jutunk el, hogy minden kártya fel van fordítva, kivéve a legfelső, hogy úgy nézzen ki a pakli, mintha le lenne fordítva az egész. És a végén egy-egy-egy-egy-egy, egy kardini. Change-el kell, ö, ugye, felfordítani az egész paklit, de igazából az a lényeg, hogy nem tudom, ismered ezt a fogert, de ismered, mint profi művész. Alul van a nézőlapja, ugye minden kártya fel van fordítva, ö, és azt a, azt a, azt a hatást kell kelteni a nézőben, hogy kipattan innen előről a pakliból a lapja. Tehát, ö, nem tudom, hogy mutassam, itt van a lap, ott alul, befogok alá, és ezt kell gyorsan csinálni, de egyszerűen nem tudom, hogy ott előre húzom és berakom, és kész. És akkor most úgy néz ki, mintha a pakliból kiugrott volna a lapja, és aztán a végére egy Cardini Changer persze ezt leviszem az aljára így, és akkor hú, megfordult a pakli, és a telepod meg ott van. Tehát ezt nem tudom, ezt az egyet öm, mindenen gyakorlással továbbítottam, de ezen az egy fogáson nem tudok, hogy 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 kell ezt olyan sebességgel, és, és hogy lehet elvileg valahogy... Tehát érted, de ezt... Bocsánat, elnézés, elnézés, Tegezéshez még nem vagyunk szerintem korban öm, olyan közel egymáshoz. Úgyhogy nagyon köszönöm a segítségét, és öm, csak így tovább, tényleg. Na, először is köszi a, köszi a kérdést, és ö, másodjára, ö, hát nem tartom magam olyan idősnek, hogy ne tegezhetnél, de azért köszi így a, a, a tiszteletet felém, nagyon jól esik, tehát, ö, de nyugodtan, tehát nyugodtan ö, tegezzetek, tehát ö, ö, nem, 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 vagyok az a típus, akit, aki, aki, aki szereti a lemagázzák, vagy lebácsizzák, vagy akármi, ö, de azért köszi, Köszi. Két kérdés vetült nálad föl, az egyik ugye azzal a fogással kapcsolatban, és először erre térnék ki egy kicsit, ugyanis ez egy nagyon nehéz dolog, amit, amit, amit mondtál, és bevallom őszintén, bevallom őszintén, ezt a, ezt a kisúlyos felhúzásos dolgot, ezt a kisúlyos felhúzásos dolgot, én ezt így soha nem is csináltam, mert egyrészt Ö, több időt ö, igényelt volna a kigyakorlása, mint amit nekem megért volna. Másrészt egy sokkal egyszerűbb megoldást ö, találtam rá erre a dologra. Egyébként ö, ö, csak abból a szempontból egy tanács, hogyha ezt tényleg ki akarod gyakorolni, ö, úgy tudsz segíteni a gyorsaságán, úgy tud segíteni a gyorsaságán, hogyha mielőtt csinálod, bekészítesz egy ilyet, mert ezzel könnyebben tudod a kis ujjal fölhúzni. Jó, tehát hogyha nem innen indítasz, nem innen indítasz, hanem már innen, ennyiből, jó, akkor már könnyebben tudod fölhúzni a dolgot, és uh, tulajdonképpen a, az ujjaiddal vigyázni kell, tehát az ujjaiddal abból a szempontból kell vigyázni, hogy tudnod kell ezt úgy megemelni. Jó, tehát igazából ennyi, és maga a gyors mozdulat az fogja neked tyú, így becuppantani oda. Jó, tehát ennyi. E, ez, ez egy olyan fogás, amit írtózatosan sokat kell gyakorolni, de csak hogy mondjak valamit, hogy én például, hogy ha mikor szükségem van erre a fogásra, mit csinálok, tulajdonképpen annyit csinálok, hogy ugyanebből indulok el, ugyanebből indulok el, de a gyorsaságban annyit segítek, nézd, hogy ezt a kezemet használom, ezt a kezemet használom, és annyit csinálok csak, hogy itt, most próbálom gyorsan mutatni a dolgot, innen elindítom, ez ugye itt marad, nem esik le, látod? Mert itt, 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 itt tulajdonképpen rá van fogva az új. Tehát elindítom, ez innen nem látszik, alulról jövök, és egyszerűen csak egy ilyet csinálok. Jó? És innentől kezdve igazából, hogyha ügyes vagy, és fölhozod, akkor azt így be tudod egy pillanat alatt szúrni, és már mondhatod azt, hogy látod, ez kijött onnan. Tehát nem érdemes... Vannak fogások, amik persze jó kigyakorolni, meg de, de egy idő után, tehát főleg ezt, ezt, ezt tapasztaltabb kollégáim tudnák alátámasztani, hogy vannak olyan dolgok, amit nem feltétlenül érdemes. Ö, kigyakorolni abból a szempontból, hogy, hogy vagy lehet egyszerűbben, vagy ezt az időt, amit erre kigyakorolnánk, tehát ez, ezt az időt, amit erre rászánnánk, az alatt öt másik fogást vagy trükköt ki tudunk gyakorolni, és a repertoárunk így jobban nő. Tehát én inkább ezt tudom javasolni neked, hogy nyugodtan, ha szeretnéd gyakorolni, semmi probléma nincs vele. Tehát nem azt mondom, hogy ez, ez, hülyeség, meg tilos, meg mit tudom én, nyugodtan, tehát fiatalok vagytok, van időtök még erre nyugodtan. Nem is baj, hogyha mozog az új, meg kicsit ö, ö, tornáztatjátok, de ö, hogyha esetleg nagyon nem megy, akkor nem kell elkeseredni, tehát, és nem is szabad feladni. Egyszerűen csak akkor keressél addig egy jobb megoldást, és ez a jobb megoldás, ez nekem ö, a te számodra az ez tud lenni, hogy ugyanúgy készíts így be, és mikor jössz a kezeddel, ezt így engeded, kicsit had, látod így, így had mozogjon, így, az össz csuk, és már is kiugrott a dolog, és szépen be tudod ugyanúgy szúrni. És olyan, mint hogyha onnan jött volna ki. Jó? Tehát ezt tudom így ezzel kapcsolatban tanácsolni neked. A másik dolog ez a koszolódás. Ez a koszolódás, ez egy hát összetettebb dolog, tehát ö, ö, a, az, most, az, az most egy dolog, hogy valaki mindig kezet most ugye a kártyázás előtt, meg, meg mit tudom én, de ö, nem akarok itt nagyon tudományosan belemenni a dologba, de de attól is függ egy pakli, tehát egy, egy bizonyos személynél egy pakli mennyire koszolódik, hogy például ő mennyire izzadós típus, tehát a keze mennyire izzadós típus, tehát én... Én szerintem nekem így a, 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 az izzadság mirigyeim, az, az, azokat elfelejtette így az evolúció berakni, mert annyira nem vagyok izzadós. Tehát én még a nyári melegben sem izzadom át a, a pólómat, tehát én nem vagyok az az izzadós típus. Ez valamilyen szinten szerencse, mert nagyon sok gyakorlásnál, nagyon sok gyakorlásnál a kártya, az, mivel ugye papírról van szó, a kezünkből fölszívja. Ezt az izzadságot. Nem véletlen, hogy azt szoktam tanácsolni minden egyes gyakorlásnál, és ez valamilyen szinten segíthet, és biztos nálam is segít, mert jó, nem vagyok egy ufó, tehát ö, biztos, hogy valamilyen szinten nekem is nedvesedik a kezem, de nálam mindig segít az, hogy gyakorlásnál folyton csinálom ezt az átpörgetést. Tehát ezt folyton csinálom, nagyon sokat csinálom ezt a dolgot. Ö, Bizonyos ilyen tehát gyakorlás után mindig csinálják. Tehát nem, nincs az, hogy a kártya nagyon sokáig így marad, és ö, a gyakorlásoknál is érdemes szüneteket közbeiktatni, amikor a kártyát azt szépen kiterítve szellőztetjük, akár így is. Na jó, mondjuk ezen az asztalon, ezen nem fog így megállni a kártya, de tudjátok, mire gondolok, mikor így járnak a lapok, tehát a terítésre gondolok. Ö, és ö, ö, nagyon fontos még, hogy miután használtuk a kártyát, miután használtuk a kártyát, ö, én speciál sose szoktam rögtön visszarakni a dobozba. Műsor után se, tehát amikor műsor van, inkább, ö, hogyha olyan a szituáció, akkor ö, inkább a zakóba rakom be, csak így doboz nélkül, tehát bevágom a zakóba, tehát doboz nélkül bevágom az akóba. Hogyha pedig olyan a szituáció, akkor az asztalon, még ez is, még hogyha csak ennyire így kint hagyjuk az asztalon, már a, a rövid idő alatt, még hogyha csak egy 5 percet trükköztem vele, akkor is ö, kipárolok belőle valamilyen szinten az izzadság, tehát nem, nem, nem ö, szívja föl. Ö, ez segíthet, ez a dolog. Viszont hát rossz hír, szomorú hír, rossz hír, hogy egyetlen egy pakli sem örök életű. Tehát, hogyha már ezt tapasztalod, akkor azt már hagyjad, tehát az, az jobb már nem lesz úgyse, tehát e, igazából ezeket nem lehet visszacsinálni, ezeket a dolgokat. Van, tudom, ez a Slash Powder nevű ez a, ez a, vagy ez a Funning powder nevű ö, dolog, amikor beszórjuk, ö, mint a hintőpor, és akkor azzal így átpörgetjük, egy kicsit jobb lesz. Ö, igazából, és most elnézést a szóhasználatért, baromságnak tartom azt az egészet, pontosan azért, mert amennyibe kerül egy olyan Púder, azért inkább veszek egy új csomagot, és a régi csomagot még mindig tudom például olyan trükkökre használni, amikor preparálnom kell a lapokat, vagy tudom olyan csomagnak használni, amikor a nézőnek alá kell illatni, és akkor fogy. Ugye minden egyes aláírásnál ezt szuvenírnak oda lehet adni neki, tehát igazából ezeket az ilyen poros dolgokat én, én abszolút mellőzöm, tehát pont emiatt, mert jobban jövök ki egy új paklival. De Igazából ö, ö, tehát ö, egy idő után aki bűvészkedik, az úgy is, úgy is szórni fogja a paklikat orba szájba, és ö, pontosan azért, mert mert bizony, bizony, ezek azért koszolódnak. Vannak ilyen ö, kis tippek, tükök, amikkel, mint amiket most mondtam, lehet segíteni rajta, de ez sem örök életű. Ö, kézmosás az oké, okay, koszos kézzel nem, inkább amire figyeljél és figyeljetek, az az izzadság. Jó, tehát az izzadság és a nedvesség. Tehát még, bevallom őszintén, még, még az is lehet, hogyha a szoba vagy a, vagy a, lakás, vagy valami az túl nedves, vagy, vagy valami, még, még, az, is, az is behatással lehet el, erre a dologra. Sokat kell szellőztetni. Az kiviszi a szobából a páratartalmat, az is használhat, tehát az is használhat. Képzeljétek el egy, egy fürdőszobát, egy, egy, jó kis tusolás után, ami már így begőzölődött, hát logikusan ott is megszívná magát nedvességgel a dolog. Maga a lakásnak bármelyik része ugyanígy viselkedik, mert mi is párol, 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 párologtatjuk ugye magunkból a nedvességet, beszélünk, az is párologtatja a nedvességet, a maga a beszéd, ugye ö, ha nincs kellően szelőztetve, akkor, akkor ez összegyűlik, ezt a kártya is megérzi, de nem mennék bele ilyen mélyen, tehát ez már, ez már inkább egy ilyen, egy ilyen nem tudom, ilyen, ilyen elmehetne valami pára szívó reklámba. A izzadság, jó? Tehát az izzadságot azt, azt nézd először, tehát azt nagyon magába tudja szívni. Én Vinca vagyok. Elindítottad a sorozatodat, ahova mi videókat küldünk el neked, és próbálod ezeket orvosolni, amiket nem tudunk esetleg megcsinálni. Na, már nálam! Ez a kérdés, hogy mikor én csinálom ezeket a furiseket, vagy swing, nem tudom, hogy hívják, elfelejtettem. Ezt, hogy itt mi a hiba? Szóval megmutatom még egyszer, és így nem tudom, hogy itt mi a hiba. Szóval erre kérnék tőled egy tanácsot, és egy másik dolog, ami ez nem gyakorlatokhoz tartozik, hogy mi a különbség ez a kártya között, ami standard, a standard, vagy ki hogy eti, és a riderback között. Szóval, hogy én nem tudom. Biztos, hogy tudom, mivel tapasztalta vagy és csak én ennyit szeretném volna kérdezni. És köszönöm a megtekintést, válaszodat várom. Na hát köszi a kérdést. Ö, tulajdonképpen, ö, hát most ezt, a, ö, ezt megkérdeztem külön az illetőtől, aki küldte a videót, hogy hogy, ö, hogy mire gondolt itt ezzel a, ezzel a. hogy mi a rossz, ez a, ez a, ez a kikkát akart ö, lenni, tehát ö, ez a fajta dolog. Tulajdonképpen, hát bevalom őszintén, ö, nem tudok többet mondani, csak nézd meg azt, hogy mi történik a, a, a videón. Tulajdonképpen az a probléma, hogy, hogy szerintem, tehát amit láttam, hogy... hogy ö, tehát nem, nem nem ugyanazt a mozdulatsort csinálod, amit én csinálok. Többet nem tudok így ezzel kapcsolatban ö, mondani, nem ugyanaz a mozdulatsort. Tehát nézd meg jól, hogy én mit csinálok, és azt azt csináld. A másik ö, az az volt, hogy a, a stand, Standard és a, a riderbe közti különbség igazából ö, ö, hiába keresed a különbséget, csak a dobozában van. Tehát ö, a Bicycle régen ugye így gyártotta, ezzel a Riderback-kel ugye rá, gyártotta a, a, a kártyáit, ez, ez volt a standard, és utána ők úgy döntöttek, hogy átnevezik standard itt hátul lecserélték ezt a részt, ilyen reklámos dolog lett, és tulajdonképpen ennyi történt, tehát meg a jokerek, a jokerek azok színesek, tehát a, a nem garanciális joker, az, az színes lett. Tehát ennyi történt tulajdonképpen, tehát ez a kettő közt így a a, 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 igazából nincs is különbség tehát a kártyában magában nincs különbség csak a doboz az ami, az, ami megváltozott dizájnra, ennek mi nem nagyon örülünk, mert ezt mi nagyon jól tudtok használni, ugye ezt a részét hogy ez olyan, mintha kártya lenne mert tudtunk ilyet csinálni lehetett rejteni, ugye, lapot úgy nézett ki, mintha doboz lenne közben nem, ez most egy kis szakmai titok volt, de amúgy amúgy, amúgy, amúgy nincsen más különbség Remélem, hogy tudtam segíteni ö, ennek a három illetőnek is, illetve azoknak, akiknek ö, az, ezek a kérdések ugye, kérdések ö, voltak. Ö, köszönöm mindenkinek a sok levelet, és köszönöm mindenkinek, aki, aki igazából ezt az ötletet jónak találta, támogatta, és azt mondta, hogy ez remek, és hogy köszönik, és hogy, hogy ö, minden jót kívánnak. Ezt mind köszönöm. Ö, a szűrésre egy kicsit visszatérve, sajnos muszáj voltam szűrni, mert nagyon sok olyan levél is érkezett, amihez igazából nem is volt videó csatolva, csak annyi volt, hogy figyelj, ezt a trükköt magyarázd el, hogy van. Meg azt a trükköt magyarázd el, hogy hogy van. És ilyen és ehhez hasonlók. Logikusan ö, ezek nem kerültek bele, és nem csak azért, mert nem készült, nem, tehát ez nem videós segítségkérés ö, volt, hanem egyrészt azért is, mert ezt ö, engedelmeknek kell, ezt a privilégiumot, hogy én melyik trükköt magyarázom el, és hogyan azt ö, ezen a csatornán ugye én fogom eldönteni az alapján, hogy, hogy ö, szakmailag mi az, amit. Elárulhatok, én ezt nagyon jól tudom, és mi az, amit nem, vagy más körülmények között adhatok át, mint tudást. Ez nem azt jelenti, hogy én így vagyok, vagy, vagy ilyesmi, hogy meg akarom ezt tartani magamnak. Itt megvannak a, az etikai szabályok, amiket követnem kell, mert bizony a bűvészet az egy komoly szakma tehát bármennyire is nevetségesnek tűnik az, és remélem, hogy ezt ezt tiszteletben tudjátok tartani, és nagyon is köszönöm a megértést ezzel kapcsolatban. De amiben tudok tényleg, amit lehetséges itt a csatornán, azt, azt megpróbálom átadni, tehát jönnek a videók egymás után sorban, nem kell aggódnotok, lesznek gyakoroljunk videók, lesznek még, még trükk tanítós videók, meg, meg minden egyéb. Tehát és tényleg, hogyha valami fogással vagy valamivel kapcsolatban kérdés, óhaj, sóhaj van, akkor tudjátok, varázspercekkukac.gmail.com-ra jöhetnek a videók. A videók, és akkor ezt így szépen lassan dolgozom így föl nektek, és hát remélhetőleg azért hetente, két hetente, hogyha összegyűlik egy olyan adag, akkor ezt így megválaszolgatom nektek. Na hát, köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tényleg tudtam segíteni, várom a további kérdéseket, kéréseket. Ha tetszett ez a mostani, akkor jöhet rá a like, hogyha nem szeretnél lemaradni, és ha tetszik, amit csinálok, akkor jöhet a feliratkozás, és akkor hamarosan találkozunk ismét. Sziasztok! Preview.